Beiskolázás, életműdíj, haltárból rendelték a legtöbbet, Karácsony Domján Sándor családjánál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. december 25-én 18 óra 5 perckor. A Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium igazgatóját, Tóth Barnát kérdeztük. A nehezített körülmények között kellett megoldaniuk a nyolcadikosoknak tervezett nyílt napot. November 9-én még épp hogy meg tudták tartani, de nem ez az iskolában, hanem a nagy templomban. Most nem nyílt órák voltak, hanem digitális anyagot vetítettek. Nem csak nekünk, hanem szerintem minden középiskolának az egyik legsarkalatosabb problémája a beiskolázás, és most kifejezetten nehezített körülmények között kell megoldani valahogyan ezt a dolgot. Mi terveztünk először is egy nyílt napot, és olyan szerencsénk volt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezt november 9-én két nappal a rendelkezés bevezetése előtt meg tudtuk tenni. Igaz, hogy nem az iskolában tudtuk fogadni a diákokat, hiszen vendéget nem engedhettünk be már akkor sem az épületbe, hanem a nagy templomban tudtunk találkozni, nem nyílt órákat tartottunk, teljesen mást végeztünk, mint amit eddig, de volt egy személyes találkozó, sok diáknak a segítségével, kollégának a segítségével, digitális anyagoknak a levetítésével meg tudtuk oldani ezt a részt. Van most már úgy néz ki, hogy az utóbbi időben sikerült, hogy is mondjam csak, olyan mederbe vinni a beiskolázási területeinket, ami most már állandónak mondható talán. 5 emelt óraszámú gimnáziumi képzést kínálunk az idén is. Az angol az egyik, az emelt óraszámú angol nyelvi képzés, aztán 2 természettudományos képzés, egy biológia-kémia és egy matematika-fizika irányvonallal. Megtalálható továbbra is az informatika képzésünk a palettán, és a legfiatalabb, a magyar történelem képzésünk most jutott el oda, hogy ha Isten is megáldja ezt a fajta próbálkozásunkat, akkor mind a 4 év folyamon lesz már ilyen osztályunk. Minden általános iskolának küldenek egy anyagot digitálisan és papír alapon is, valamint szórólapokkal, beiskolázási információkkal és 3 kisfilmet a képzésről, az iskolákról és a diák életről. Készítettünk ezen felül minden iskolának egy olyan anyagot, amit postán küldtünk ki, illetve az internet segítségével juttattunk el digitálisan. Ebben megtalálható többek között az a szórólap, ami írott formában tartalmazza a továbbtanulási, beiskolázási információkat, illetve 3 olyan kis film igazából, illetve egy ilyen digitális anyag, ami egyrészt a képzéseinket mutatja be, másrészt az iskolát a maga hagyományaival és értékeivel, harmadrészt pedig a diák életet egy kicsit hangulatosabb formában. Külön központi írásbeli felvételi nincs, az általános iskolai 7. év végi és a 8. fél év jegyek alapján döntenek a felvételről. A legfontosabb határidő ez a február 15-e, így van, igen, úgyhogy erre kell leginkább koncentrálniuk a továbbtanulási gondolataikat, illetve döntéseiket eddig kell hivatalos formába önteniük. Ez a gyakorlatban ugye annyit jelent, hogy azért itt téli szünet előtt már szinte mindenkinél körvonalazódni szokott, még esetleg januárban van, aki még gondolkodik egy picikét, de nagyon nagy százalékban mostanra szinte már el is szoktak dőlni ezek a dolgok. Április végére szokott megtörténni az, hogy már mi is látjuk, hogy akkor körülbelül milyen arányban jelentkeztek hozzánk. Márciusra egy olyan információnk lesz már, hogy kik jelentkeztek hozzánk, viszont abból még nem tudjuk, hogy első, vagy második, vagy esetleg harmadik sorban jelölt meg bennünket valaki. Az érdeklődők számát azt tudni fogjuk, de igazából ott április vége az, amikor konkrétabban kirajzolódnak ezek a dolgok. Mi nem tervezünk központi írásbeli felvételit, legalábbis nem kérünk. Mindenki az általános iskolai jegyei alapján jelentkezhet hozzánk, tehát a 7. évvégi és a 8. félévi osztályzatokat vesszük figyelembe.
A járványügyi helyzetben online díjátadón vette át Lévainé Kovács Róza, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettese, a Kovács Tagintézmény tanára, a Rácz tanár úr életműdíjat, melyet a fizika tanárok Kossuth díjának is neveznek. Mint Lévainé Kovács Róza, matematika-fizikos szakos tanár, mesterpedagógus elmondta, az Ericsson Magyarország és a Graphisoft ESE és Richter Gedeon Nyerté alapította a közös díjat magyarországi tanároknak. Rácz tanár úr matematika-fizika szakos tanár volt, aki keze alól nagyon sok jó szakember, híres kutatótudós került ki, Nobel-díjas tanítványa is van, Wigner és Neumann János is az ő tanítványa volt. Az ő munkásságának elismeréseként három cég, az Ericsson Magyarország, a Richter Gedeon és a Graphisoft 20 évvel ezelőtt alapították ezt a díjat. Úgy gondolták, hogy a tehetségek mellett mögött álló pedagógusok munkáját is szeretnék értékelni és díjazni évente. Minden évben 8 díjat adnak ki. 2 matematika tanár, 2 biológia, fizika és kémia tanár kapja. Ön pedig úgy tudom, hogy fizika kategóriában kapta meg. Így van, fizika kategóriában, hisz az utóbbi években már igazából a fizikával foglalkozom jobban, óráim is ehhez kapcsolódnak, a kisfilmben is a 6. osztályosokkal volt egy óra részlet. Már csak azért is a 6-osokkal, mert ez manapság kuriózumnak számít az országban, már nem nagyon van ilyen, hogy 6-ban tanuljanak fizikát a gyerekek, és a filmet készítők érdeklődését ez váltotta ki. És milyen volt virtuálisan átvenni egy ilyen díjat, hiszen azért több rangos elismerés kapott a tavalyi évben is volt, hasonló ilyen magas rangú. Az azért ott volt, ott személyesen gratuláltak, itt meg csak a számítógép képernyőjén keresztül? Természetesen össze nem mérhető a kettő. Tavaly a Bónisz Bóna életműdíj átadása valóban nagyon színvonalas rendezvény, műsor, személyes találkozás, beszélgetés a díjazott társakkal, ez egészen más volt. Hát most igazodva ehhez a helyzethez beszorultunk a virtuális térbe. Végül is ez annyira nem volt idegen számomra, ugyanis tavaly, illetve hát 2020 júniusában az öveges versenyhez szerveztem egy virtuális díjkiosztót. Tulajdonképpen az én díjamban nem csak az itteni tehetséggondozó munka van, hanem az a fizika verseny, amit már lassan 25 éve szervezek, a saját versenyem, és az Öveges József Kárpát-medencei fizika verseny, aminek a szervezője 10 éve vagyok, és a legutolsóban tényleg nagyot alakítottunk a csapattal, hisz ez egy csapatmunka eredménye. A második fordulót, tehát a megyei döntőt és az országos döntőt is online bonyolítottuk le, és ehhez jött ez a bizonyos virtuális díjkiosztó. Azt mondják sokan, hogy ilyen nem volt másik az országban, úgyhogy tényleg nagyot alkotott a csapat. Ez a jelölés titkos, vagy lehet tudni, hogy kik ők? Tudomásom szerint nem titkos, én már tudom. Az egyik jelölöm egy szegedi fizikatanár kollega, akivel évek óta együtt dolgozom több verseny kapcsán, a saját versenyemben a feladataim lektora, az öveges versenyben pedig nagyon sokat dolgozik. A másik jelölőm pedig Zágoni Szabó Józsefné, Szandaszőlősön tanít, tudomásom szerint magyar és könyvtár területen, magyar szakos és könyvtáros. Iskolaigazgató volt, amikor a közös munkánk elindult, utána a pedagógiai intézetnél dolgoztunk együtt szaktanácsadóként, onnan ismeri igazából a munkám, és nagyra értékelte már korábban is,
és érdekes módon bevállalta azt, hogy elkészíti ezt a munkát. Nem kevés munka egy-egy ilyen jelölés. Mit szólt, amikor megkapta az értesítést? Ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Kró Norbert professzor úr, akadémikus úr hívott föl. Éppen Szolnokon voltunk, egy temetésről jöttünk haza, és furcsa volt, hogy egy nem túl kellemes dologhoz társult ez a nagyon, nagyon jó érzés. Úgy akkor fel se tudtam fogni, hirtelen úgy átfut az ember gondolatán sok minden, de úgy nem tudtam helyén értékelni, de természetesen nagyon örültem. Úgy vártam, hogy esetleg lesz belőle személyes találkozás, de végül is nem lett sajnos. Nagyon ügyesen megoldotta az alapítvány, amely ezeket a díjátadókat szervezi, és két próbát követően tegnap 10 órakor volt az úgynevezett éles beszélgetés és díjátadás, vagy köszöntés, ahol a három alapító cég vezetője, illetve Kró Norbert professzor úr, mint az alapítvány elnöke köszöntött bennünket. Egy-egy tanítványunk is mesélt velünk kapcsolatos élményeket, utána bemutatták a rólunk készített filmet, és hát természetesen az elején Rácz tanár úr munkásságát, életútját mutatták be egy kis filmmel. Akkor azt gondolom, hogy ez duplán emlékezetes marad önnek ez a díj. Én gratulálok még egyszer magam is a nézőink nevében is, és hát várjuk az újabb fizika versenyeket, bízva abban, hogy jövőre azért már nem virtuálisan, hanem ténylegesen itt a Kovácsban és a többi iskolában tudjuk megrendezni és bemutatni nézőinknek a szereplő diákokat. Nagyon hiányzik már nekem is, hogy a versenyeket meg tudjuk itt személyes megjelenéssel rendezni. A Fizika Plus versenyt nem szerveztem meg a tavasszal. A feladatok kész vannak, tehát én várom a versenyzőket. Az öveges versenynél ott sajnos arra készülünk, hogy megint maradunk a online betélkedés mellett. Ez egy nagyon izgalmas dolog egyébként, még annyit szeretnék elmondani. Olyan versenyen, ahol a kísérletezésnek nagyon nagy jelentősége van, nagy fejtörést okozott először, hogy oldjuk meg. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy legyen kísérleti feladat, és akkor a nagyon kreatív feladat kitűzők kitalálták, hogy hogyan lehet a gyerekeket arra ösztönözni, hogy otthon szedjenek össze dolgokat, és rakják össze a kis... Tényleg olyan eszközök voltak, olyan eszközök kellettek, amelyek minden háztartásban szerepelnek, és a gyerekeknek kellett fotókat küldeni magukról, ahogy kísérleteznek. Fantasztikus volt. Nagyon pozitívan éltem meg. Nagyon sok szülő, pedagógus és tanuló versenyző is kedves leveleket, köszöneteket írtak, hogy milyen hálásak azért, amiért ilyen jó módon befejeztük ezt a versenysorozatot. Nagyon népszerű a Fizika Plus országos versenye is, ezen munkáját is elismerték a díjjal. Karácsony első napján a legtöbbet haltárból rendeltek, de volt, aki a megszokott ételeket vitte. Az idén többet rendeltek házhoz a Covid miatt Karcagon is. Mit rendelnek elsősorban most tudottól a karácsonyban? Nagyon népszerű idén a hagyományos harcsahalászlé, illetve a ponthalászlé, valamint a frissen sültek közül a haltál, az, amit a legtöbben visznek. A haltálon hagyományos halak, tehát hazai halak, rántott harcsa is található, illetve tengeri halakat is válogattunk erre a tára. Ezen kívül a klasszikus karácsonyi sütemények is nagyon népszerűek, a mákos és diós beigli természetesen, illetve idén készültünk házi nyújtott rétessel, ami szintén nagyon, nagyon népszerű.
A specialitás az, azt gondolom, idén a házi rétes, az, amivel korábbi években eddig nem készültünk, vagy korábbi években nem volt az ajánlataink között. A diós és mákos beiglit azt korábbi években is nagyon kedvelték, úgyhogy azt gondolom, hogy az specialitásnak mondható, főleg azért, mert ez teljesen 100%-ban bio beigli, bio alapanyagokból készült, illetve a haltálat mondanám még idei specialitásnak, ami nagyon, nagyon népszerűnek tűnik, mert arra van a legtöbb megrendelésünk. Úgy tudom, hogy idéken is szállítanak. Így van, Berekfürdőn kívül vidékre is nagyon sokan rendelnek, itt egészen 30-40 kilométeres körzetben rendelnek ételeket, vagy érte jönnek a vendégek, vagy pedig mi szállítjuk házhoz, ez a vendég kérésének megfelelően teljesítjük. Ki tudja mindenkit szolgálni a megrendelők közül? Természetesen mindenkit ki fogunk szolgálni. December eleje óta veszünk föl megrendeléseket. Van, aki már december elején le is adta a karácsonyi menühöz a megrendelését. Viszont vannak olyanok, akik a karácsony előtti utolsó 2-3 napban, az utolsó hajrában rendeltek, de természetesen úgy készültünk az ünnepekre alapanyaggal, hogy az ezután érkező megrendeléseket is tudjuk teljesíteni. No, én a feleségemmel átbeszéltem, szeretnék kérni nagy tisztelettel üres halászlét 2-t. Rendben van. Mit rendelt karácsonyra? Hú, hát a feleségem megbízásából, hát nyilván elmaradhatatlan halászlé, a töltött káposzta, a kocsony, amit csak én szeretek, érdekes, a család valahogy nem, én még a régi iskolához tartozom, és haltálat, ami ugye elég sok összetett dolog van, úgyhogy ezek lesznek a karácsonyi menük, mert nem főzünk, úgy döntöttünk idén karácsonykor. És egyébként a haltálat miért választotta? Hát több ok miatt, egyrészt ugye szeretjük is a halat, tehát fogyasztunk rendszeresen normál étkezésben, plusz hát nyilván a karácsonynak tradicionális elengedhetetlen fogása a hal, úgyhogy azért is, és hát szeretjük is nagyon. Süteményt nem rendelt, azt akkor a felesége fog készíteni? Nem, nekem a kislányom cukrász, és ő készíti a karácsonyi süteményeket, úgyhogy családi van. Domján Sándor, a Kunagro 21 Kft. Főmérnöke hírműsorunkban rendszeresen szerepel mezőgazdasági témákban. Az idei karácsonyt gyermekeivel és unokájával tölti. Az agrárszakember bízik benne, hogy az idei karácsony sem lesz más, mint a többi, a Covid ellenére sem, hiszen egy szem unokája szépen cseperedik. A karácsony náluk is fontos ünnep, hiszen gyermekei egy része nem itthon van, de ilyenkor hazajönnek. Egy nagyon fontos ünnep minden család életében, hiszen már nálunk is így van, hogy gyermekeim egy része már nem Karcagon él, de ilyenkor biztos, hogy itthon lesznek. A többiek itthon vannak, itthon dolgoznak, itthon tanulnak, de mégis más az, mint amikor minden nap találkozunk, mint ugye karácsony, szenteste, az egymás megajándékozása. Ilyenkor azért sok-sok emlék föltolul, és mindig csak a pozitívra, a szépre emlékezünk ilyenkor. A karácsonyi menüből természetesen nem hiányoznak majd a karcagi specialitások sem, így a disznótoros, a finom gyöngytyúk vagy orjaleves, a töltött káposzta, a sültek, a sült pulyka, amit egyik menye fog elkészíteni. A létszámkorlátot sem lépik túl, s betartanak minden előírás, rendszabályt, így bízik abban, hogy senki sem betegedik meg. Nem maradhat el a karácsonyi asztalról a finom leves, legyen az tyúkból, gyöngytyúkból, orjából, a töltött káposzta, a rántott hús, a sültek, a sült pulyka. Most nekem például az egyik menyem azt mondta, hogy mindenképpen kerítsek egy pulykát, mert ő egész akar, meg is rendeltem, meg is lesz. Úgyhogy, tehát ezek a hagyományos étkek és a hagyományos sütemények is, ami kell hozzá, hogy jól érezze magát az ember, vagy még jobban érezze családja körében. Éppen nem lépjük túl a létszámkorlátot sem, tehát még ennek is megfelelünk, úgyhogy én úgy látom, hogy a mi családunkban semmi nem fogja azt akadályozni, hogy egy kellemes karácsony legyen. Az unokája pár hete indult el, így a feldíszített fenyőt majd körbejárja, megcsodálja, talán egy-egy díszt is levesz majd róla, de ez nem baj, majd a papájával visszarakják. Ő most már valóban körbe tudja járni, hiszen két hete most már elindult, tehát körbe fogja járni, biztos, hogy szed le róla a dísz, de ugye, mint hogy imádom a gyerekeimet, imádom az unokámat is,
Szoktam mondani, a gyerekeknek ti nevelitek, én már csak szeretem. Nem hiszem, hogy különösebben meg fogok rá ragudni, hogyha leszed egy-két díszt, majd közösen visszarakjuk. Ért azért a szóból. És persze ő is meg fogja kapni az ajándékait, de ez nem azt jelenti, hogy a többiek bármennyivel is kevesebbet kapnának. Én ezt úgy gondolom, hogy ez minden évben jól el szoktuk találni az arányokat, és a csillogó szemekből arra következtetek, hogy azt is el szoktuk találni, hogy mire vágyott éppen az, akit megajándékozunk. Az ajándékozásnál arra törekszenek, hogy mindenkinek olyan legyen a meglepetés, amit maga is óhajt, így egy-egy ideje figyeli, tesztelgeti gyermekeit, menyeit, hogy mit is szeretnének karácsonyra. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!